Szarvasgomba a pécsi vásárcsarnokban a pulton. Ez az első eset, hogy ilyen ritka és drága terméket kínálnak ebben a létesítményben. Az árusok nem akartak szerepelni, de azt elmondták, ez a nyári szarvasgomba. Az ára 50 ezer forint kilónként. Kisebb darabokra vágva kínálták, így néhány grammos kiszerelésben néhány ezer forintért hozzá lehetett jutni. Most jelentek meg először ilyen termékkel. A gomba gyakori, csak hát nem találjuk meg, mivel a föld alatt található, tehát kutyákkal keresik, és mindenféle engedély, külön engedélyek kellenek, de a hölgynek minden engedélye megvan, és ezért engedélyeztük ma árusítani. Azért ilyen drága, mert ritkán találnak érett szarvasgombát, mondja a szakértő. Sokszor előfordul, hogy kertekből is hoznak, tehát erdőszéli kertekből, ásás folyamán, kijön a szarvasgomba. Nagyon sokszor úgy jön ki, úgy találják meg, hogy még nincs megérve. Most annyi, hogy a kutyákkal, amit találnak, az meg van érve, mert a kutya a szag alapján találja meg, de ha nincs megérve a szarvasgomba, akkor nincsen illata, tehát nincsen aromája. Ez olyan, mint egy zöld baraszt lenne a fán, tehát értéktelen még. Különleges aromája teszi értékessé, és nem is szabad hőkezelni a szarvasgombát. Kész ételre tesznek néhány szeletet, mint egy fűszert, úgy használják a konyhában. Nyújtésüket szigorúbban szabályozzák, mint a többi gombafaj esetében. Az erdészeti törvényben úgy van, hogy magánszemély 2 kilót gyűjthet naponta saját használatra. Az árusoknak külön engedély kell, vagy az erdészettől, vagy magánerdő tulajdonosoktól kell engedély, és ők hozhatnak nagyobb mennyiséget. A szarvasgombához külön tanfolyamot kell elvégezni, és külön gyűjtési naplót kell vezetni, tehát ott még egy kicsit bonyolultabb. Ezt a videót az árusok készítették, akik Helesfáról érkeztek. Ők maguk kiképzett kutyáikkal keresik az erdőben a szarvasgombát. A gyűjtés mellett vannak, akik megpróbálják ültetvényen termeszteni ezt a fajtát. Magyaróvesszők gyökérzetét fertőzik meg, úgymond ezzel a gombával, és így ültetik el. Azonban a termőre fordulásig 7-8 év is eltelhet, így jelentős költsége van ezeknek az ültetvényeknek.